Óriási örömünnep, így látták a résztvevők a Budapest Pride-ot. Táncolva, énekelve vonult végig a több ezres menet a Kossuth tértől a Városligetig, miközben szivárványszínű zászlókat lengettek. A felvonuláson szinte észre sem lehetett venni, hogy a kettős kordonfalon túl tüntetnek ellenük. A rendőrségnek pedig még könnygázt is be kellett vetni. A felvonulást a melegek jogaiért és a másság elfogadásáért tartják már 19 éve. Fiú, lány, fiatal, idős. Sokféle ember gyülekezett délután a Kossuth térnél. Idén innen indult a Budapest Pride felvonulás, amelynek épp a sokszínűség elfogadása a legfőbb üzenete. Szeretnénk fölhívni a többségi társadalom figyelmét arra, hogy az LMBTQ emberek, tehát a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transznemek és kvírek a társadalomban élnek, és ők is ugyanúgy egyenrangú tagjai a társadalomnak, mint mindenki más. Van, aki ezt nem így gondolja, ők is eljöttek. Néhány száz méterrel arrébb egy bejelentett tüntetésen, transzparenseken és szórólapokon fejtették ki, hogy miért. A férfi és a nő kapcsolata az a minden társadalomnak központi kérdése. Ha ebben nem találunk megoldást, akkor súlyos közjó romlásra kerül sor. Akkor mi miért nem nézhetjük meg? Ellentüntetni jött az érpataki polgármester is. Be akart menni a felvonulók közé, de nem engedték. Rengeteg rendőr volt a környéken, dupla kordonnal védték a felvonulókat. A magukat nemzeti érzelmének nevező ellentüntetők kiabálva szidalmazták őket. Végül a rendőrök könnygázt is bevetettek. A Pride-on ebből semmit nem lehetett érezni. Örömünnepről beszéltek a résztvevők, sokan nem először jöttek. Csodálatos volt a felvonulás az Andrássy úton végig, és élveztük. Nagyon látványos, barátságos, szép és kellemes. Nagyon szimpatikus az, hogy visszafogottak, kedvesek itt az mindenki, szóval nem szélsőséges, mint máshol. De voltak első Pride-ozók is, ők külön kitűzőt is kaptak. Például Jordán Tamás, a Szombathelyi Színház igazgatója. Mert én is fuldoklom attól, ami az országban van, hogy mekkora a megosztottság, milyen az ellenségeskedés, a gyűlölet, mekkora a rasszizmus, és én azt szeretném, hogyha esély van arra, ez legyen egy békés, kedves ország valamikor. Hát ez egy lépés afelé szerintem. 20 ország magyarországi nagykövetsége támogatta a Pride-ot. Sokan el is jöttek, mint például az Egyesült Államok ügyvivője, vagy a francia és a kanadai nagykövet. Több politikus és közéleti szereplő is sétált a menetben. Külön kamiont indított a Nyitottak vagyunk közösségi kezdeményezés. Rajtuk keresztül pedig több mint 700 cég és szervezet, köztük nemzetközi nagyvállalatok álltak a Pride mellé, amelyek alapértékűknek tekintik, hogy mindenki csak tetteik és teljesítményük alapján ítélnek meg. Időközben a felvonulás odaért a Városligetbe, kollégánk Hújder Zoltán pedig végigkísérte a menetelőket, akikkel beszélgetett is. Szia Zoli, milyen a hangulat? Jó estét kívánok, szia Ági! Talán hallatszik mögöttem a dübörgő kamionok hangja, három ilyen óriási hangerővel menetelő zenét szolgáltató kamion volt, úgyhogy nem csak a távolság miatt, hanem talán emiatt sem lehetett hallani a rendőrségi füstgránátok hangját. Magában a menetben nagyon jó volt a hangulat, tényleg táncolva, énekelve vonulták végig ezt a 11-2 kilométert, a szervezők becslése szerint olyan 2500-an lehettek, és valóban több emberrel beszélgettem, akik azt mondták, hogy nem azért vannak itt, mert másságokat akarják felvállalni, hanem azért, mert meg akarják mutatni, hogy szolidárisak, és nyitottak arra, aki felvállalja másságát. Láthattuk az előbb, hogy több ismert ember is kiállt mellettük. Kikkel találkoztál? Így van, ahogy az már korábban Kriszta anyagában is elhangzott, közéleti személyiségek, televíziós műsorvezetők, illetve több ellenzéki politikus is itt volt a menetben. Közvetlen az egyik kamion mögött például találkoztam Alföldi Róberttel, illetve Mautner Zsófi, valaki ugye nálunk az RTL klubban a reggeliben a főző tanácsait osztja meg a kedves nézőkkel. De természetesen több külföldi nagykövet is itt volt, hiszen több mint 10 ország jelezte, hogy itt lesznek a nagykövetei, és végig gyalogolták ezt a távot, vagy inkább talán végig táncolták. Nos, nem mindenki gondolta úgy, hogy ez a menet, ez érdemes arra, hogy részt vegyen rajta, hanem inkább tüntetett ellene. Nem csak a korábban anyagban látott ellentüntetők voltak a menet indulása előtt, hanem itt a Hősök terénél árpádsávos zászlókat lobogtató fiatalok maszkban, illetve fekete csukjában megrohamozták, vagy megpróbálták megrohamozni a menetet, de olyan messze volt a rendőrségi kordon a menettől, hogy ebből a menet résztvevői nem vehettek észre semmit. Egyéb iránt a Hősök terére a Jobbik szervezett egy politikai rendezvényt ugyanerre az időre, és ők ezt az egész rendezvényt a társadalom elleni provokációnak fogják fel. A héten kerestük a kormányképviselőit,
arról, hogy kormánypolitikusok részt vesznek-e a menetben, de adásunkig még nem kaptunk választ. Köszönjük szépen, Zoli!